Évet értékelünk a következő percekben, szeretettel köszöntöm a műsorban László Évet, a Nagytétényi Polgári Kör elnökét, köszönöm, hogy eljött. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőit a 109 éves és újjáalakulásának 29. évét ünneplő Nagytétényi Polgári Kör nevében. Hát azt tudjuk, hiszen mi a televíziónk is nagyon sok polgári körös eseményről tudósított a tavalyi évben. Nagyon színes volt ez az esztendő. Emeljünk ki programokat. Gondolom azért nagyon nehéz szemezgetni, hiszen számtalan program volt 2019-ben. Igen, erre szoktam mondani, hogy akár reggelig is tudnék beszélni az egyesületünk tevékenységéről, hiszen 250 tagunk van, de akik mögöttünk állnak, legalább ennyien vannak, ha nem többszöröse. Mindig arra voltam nagyon büszke, hogy Nagytétényben nincsen olyan ember, akit megszólítok valamilyen kéréssel, és ezt ne teljesítené, vagy ne segítene abban a tevékenységben. Ismét mozgalmas évet zártunk valóban. Évek óta működnek a klubjaink, szakköreink, több csoportban a jazzbalett, a kapuéra, a női torna mellett. Ez azért jó, mert nagyon sok pici gyerek van közöttünk, és hát elsősorban nyilván az idősebb, a szépkorúak klubja, amelyik most már 20-30-34 éves, ők vagyunk a legbüszkébbek, hiszen ők önálló munkaterv szerint körülbelül 60-an működnek, és nagyon sok szépet adnak nekünk azáltal, hogy ők erre készülnek. Ez akár karácsony lehet, nőnap, Valentin nap, télapózás, tehát ők nagyon színesen élik az életüket. A hagyományos rendezvényeink, miután mi alapszabályunkban megfogalmazottak szerint kulturális hagyományőrző egyesület vagyunk, szinte az alapszabályon nem változtattunk 29 év alatt, tehát 15. alkalommal szerveztük meg a romhányi versmondó versenyt, mert ugye Romhányi János a rímhányó, Romhányi Nagytétény szülöttje, és mi erre nagyon büszkék vagyunk. Úgyhogy most már 15. alkalommal emlékeztünk meg róla egy versmondó versennyel. Nagyon sok kisgyerek volt a kerületi iskolákból, sőt még a 11. kerületből is, úgyhogy ez egy nagyon sikeres rendezvény. A harmadik gyereknapunkat tartottuk, ahol 250 fellépő gyerek volt, és azért tudjuk, hogy ennek a többszöröse a kísérő. Ez is szintén egy olyan színes délután volt, és ami még nagyon fontos számomra, hiszen a Nagytétényi Polgári Kör idézőjelbe előregedett. Hiszen 29 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük, akkor hegyeket mozgattunk meg, de most már 70-80 évesek vagyunk, és nagy öröm számomra, hogy a fiatal generáció, a 30-asok beléptek a képbe, kezdve a 3 évvel ezelőtti gyereknappal, az adventi kézműves vásárunk a 13., és ezt is ők csinálják, nem beszélve a szüretiről, amelyik a 24. volt. Tehát fontosak, nagyon fontosak számunkra a fiatal generáció, hiszen nem csak az időseknek, hanem a pici gyerekeknek és családoknak is helyt kell adnia egy civil szervezet székházának. Megcsináltuk a 12. Nagytétényi Fúvos találkozót, a 26. Erzsébet bált, először a székelyek kérésére, akik nagyon sokan vannak Nagytétényben, az Óhegyen, Ráchegyen, ők is csatlakoztak a polgári kör rendezvényeihez, és egy nagyon sikeres első székely bált csináltunk, de beszélhetnék a 6. Tétény vezérnapról, ami azért érdekes, mert ez az 5. osztálynak a tananyaga is, és ilyenkor egy igazi honfoglaláskori napot tartunk jurtával, honfoglaláskori öltözetekbe lehet nemezelni, honfoglaláskori jelképeket, szkíta és avarkori leleteket mutat be a Arhaika Kerámia Park, és ezeknek a másolatát el lehet készíteni agyagból, ezt is nagyon élvezik a gyerekek. Hát a disznóvágásunk az idén volt a 24., erre vagyok szinte a legbüszkébb, hiszen ez egy lakossági kezdeményezés volt. 25 évvel ezelőtt Huber Gyuri Hentes és Mészáros a saját névnapján levágott egy disznót, amit vendégül látta a polgári kör tagjait. És ezt 2 évig csinálta, hát akkor természetesen még nem voltunk 250-en, és egy disznót azért ott 50-60 ember simán elfogyasztott. Itt ebbe az egészbe a közösség a lényeg, tehát hogy találkoztunk, együtt voltunk, nevettünk, beszélgettünk, és természetesen szóba került a Romos Szelman ház újjáépítése, szépítése. Ez volt a közös cél, hogy jót tegyünk. Tehát Huber Gyuri ezt a saját költségén tette meg,
és utána, amikor sajnos ő elhalálozott, a nagytétényi polgári kör kötelességének érezte, hogy egyrészt ráemlékezve, hiszen egy ősrégi nagytétényi család, a Huber család, és mi is megcsináltuk a disznóvágást. Hát ez azzal jár, hogy most már ugye 250 tagnak egészen más elkészíteni, itt körülbelül 50-60-an dolgozunk ezen, már csütörtökön beállítottuk az üstöket, pénteken előkészítettük a közel 100 kiló zöldséget, krumplit, aztán másnap meg reggeltől ment a kolbász és a hurka elkészítése. Azért sváb disznóvágás, mert mi svábok, ezt zsömlésen csináljuk, nem rizsesen, ahol az országban több helyen is, és ilyenkor este pedig tagjaink, akiknek sajnos most már 70-80%-a időskorú, nagyon kispénzű nyugdíjas, egy évben egyszer tudjuk megköszönni azt a határtalan sok munkát, amit az Egyesület érdekébe végeznek, egy tányér káposztával, sült hurkával, kolbásszal. Ami különlegesség volt az elmúlt évben, a 20 éves dalkörünknek a születésnapját ünnepeltünk, ahol több mint 200-an voltak jelen, hiszen a kapcsolataink is nagyon fontosak, hiszen a diósdi polgármestertől a törökbálinti polgármesterig, a törökbálinti faluszépítő egyesület, az érdi dalkör és a német hagyományőrző egyesület, tehát elég dabasiak, dabas kajászó, tehát hosszú évek óta visszajárnak hozzánk ezek a vendégek, és mi büszkélkedhetünk a kerületünkkel és Nagytétényjel. Felavattuk azt az iparos zászlót, ami 1922-ben avattak fel, és 30-40 éven keresztül egy padláson vészelte át az űrös évtizedeket. Na most ezt a zászlót nekünk ajándékozta, aki a padlásán rejtegette, és egy vitrint készítettünk neki a Szelmanház előterébe, viszont olyan állapotban volt, hogy én úgy gondoltam, hogy ezt muszáj nekünk megmenteni, úgyhogy csináltunk egy olyan bált, aminek a teljes bevétele akkor 800 ezer forint volt, és restauráltattuk a zászlót, a Magyar Nemzeti Múzeum főrestaurátora készítette el, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt meg tudtuk csinálni, hiszen az összes költség körülbelül 2 millió forintba került, ebből a zászló, mit tudom, 1 600 000, akkor külön a masni, készítettünk egy kiadványt, és a magánemberek adakozásán kívül önkormányzati pénzt nem vettünk igénybe, mert pályáztunk, és ott is nyertünk annyi pénzt, hogy ezt meg tudtuk oldani. Így. Ami még nagyon fontos, hogy negyedik Kun László királyunk, aki Kun Lászlóként híresült el, 1279-ben Nagytétényben országgyűlést tartott. Ez az első magyar nemzetiségi kérdés volt a Kun kérdés megoldására, és úgy gondoltuk, hogy erről meg kell emlékezni. Még annak idején állítottunk körülbelül 20 évvel ezelőtt egy emléktáblát a polgári kör székházára, hogy emlékezzünk erre az országgyűlésre, de úgy gondoltam, hogy ezt most egy kihelyezett parlamenti üléssel fogunk erre emlékezni, és nagy örömömre Karcagról eljött a Jász nagy kunkapitány, a kis kunkapitány, és legalább 3 kunkapitány volt jelen, és a kihelyezett parlamenti ülés nem az egész parlament, hiszen az nem fért volna el, hanem a Nemzetiségi Bizottságnak tudtunk helyet adni. A kunok hozták a birkákat, és a kemencénknél a saját edényeikbe főzték meg, úgyhogy vendégül láttuk a jelenlévőket. Azt hiszem ez is egy nagyon emlékezetes nap volt. A Mészáros Egyesület 108 darab ilyen 20x20 cm-es kerámiát készített, amit a Szelmanház kiállító terének a hátsó falára, vannak ilyen téglalap alakú bemélyedések, és oda ragasztották be. Gyönyörű a munka, és hát ennek ez az önkormányzat tulajdona lett, hiszen az épületre került, ami az önkormányzati épület értékét emeli, a művészek által készült kerámiákkal. Beszélnem kell a nagytétényi helytörténeti kiállítótérről, ami most már azt hiszem 3.-4. éve működik a Nagytétény út 278 szám alatt, folyamatosan gyűjtjük a régi tárgyakat,
a múltunk emlékeit, hiszen úgy gondolom, hogy amelyik nemzetnek nincs múltja, annak nincs jelene és nem lesz jövője sem. Kötelességünknek érezzük, hogy ezeket a tárgyakat, használati tárgyakat az enteriőrbe el tudjuk helyezni. Ez folyamatos, ez a munka. És akkor térjünk rá az idei esztendőre, az idei tervekre. Gondolom azért a fő program elemek ugye maradnak. Tehát természetesen. Lesz-e újdonság? Igen, természetesen, hiszen azért vagyunk hagyományőrző egyesület, hogy megtartsuk azokat a programokat, amiket sikeresen tudunk működtetni. Júniusban lesz a Nemzetközi Kapuéra találkozó. Ez egy nagyon érdekes nap lesz. Hát sajnos itt időpontbeli problémák vannak, mert 6 órakor tervezzük a Bánhegyi Ferencnek, azt hiszem a 10. könyve lesz a 3 Trianon című könyv bemutatását, és ahogy kitesszük a lábunkat, már mennek be a terembe a kapuérások, úgyhogy itt lehet, hogy egy kis torlódás lesz majd, de nem tudjuk áttenni a napokat. A Dindi István eddig 4 helytörténeti könyvet készített, és mindig azt mondja, hogy na, ez a legcsodálatosabb, úgyhogy most ez lesz a legjobb, ez az 5. helytörténeti könyv lesz, amit kiadunk, és abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy sikerült pályázat útján megnyerni a pénzt, tehát nem az önkormányzat és nem a polgári kör kasszájából fogjuk költeni a pénzt. Vállaltuk idén, hogy Szelman Ignác sírját rendbe tesszük, mert méltatlan helyzetben van, nagyon idős, már 80 éves, aki még él a veje, és ő neki más nem tudja megoldani, és kötelességének érzi a Nagytétényi polgári kör, miután az ő saját régen magántulajdonban lévő épületét bitoroljuk, hogy ennyivel tartozunk neki, úgyhogy a sírját rendbe fogjuk hozatni, mert ugye csiszolni kell a követ, meg újra aranyozni, meg ott vannak még nagyobb munkák is, de meg fogjuk oldani. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és elfogadta a meghívást, és további eredményes munkát kívánok. Nagyon szépen köszönöm.